Bár még nem közölték a 2022-es népszámlálás eredményeit, az elemzők szerint nem változik az elmúlt évek tendenciája, vagyis tovább csökken Magyarország népessége. A kormány több olyan intézkedést is bevezetett már, amikkel a gyermekvállalásra szeretnék sarkalni a fiatalokat. Ilyen volt például az otthonteremtési támogatás vagy a babaváró hitel. 2023. január 1-től pedig már nem csak a 25 év alatti munkavállalókra vonatkozik az SZIA mentesség, a kedvezményt kiterjesztették azokra a 30 év alatti dolgozó anyákra is, akik 2023. januárja után adtak életet gyermeküknek. Ezzel az új támogatással már egy fiatal lány kezdő korától akár 30 éves koráig teljesen jövedelemadómentes lehet. Ez amellett, hogy igen erős megbecsülés a fiatal nőknek, az évek során több millió forintos támogatást is jelent számukra. Kocsmár István, az Aliszka UZRT korábbi vezérigazgatója elmondta, náluk is van, aki tud élni ezzel a most bevezetett lehetőséggel. Épp a napokban mondták, hogy azt nem mondom, hogy újabb kismamánk van, mert ugye otthon van az első kislányával a kolléganőnk, de most bejelentette, hogy jön a másik baba is. Bár az irodai munkákat többnyire nők végzik az Aliska Baunál is, az építőipar alapvetően férfi szakma. Magyarország kormánya a családok támogatása érdekében arra is gondolt, hogy az újdonsült édesapák több időt tölthessenek újszülött gyermekükkel. Éppen ezért az eddigi öt nap helyett idén már tíz nap szabadság jár nekik gyermekük születésekor. Én nagyon örülnék, hogyha ha minél többet e, tudnának, illetve lehet neki használni, hiszen ez azt jelenti, hogy az Aliszka-Bausz család e, szaporodna, többen lennénk, évvégén elnézve az évszárónak az arcait, én örömmel konstantálom, hogy egyre több fiatal dolgozik nálunk. A kormány arra számít, hogy mivel az SZIA egy igen jelentős adórész, ami a családoknál marad, talán előrébb viszi a gyermekvállalási kedvet a fiatalok körében.